személyszállító vonatok esetében a műszaki személyzet minden járműtelepről történő indulás előtt ellenőrzi, és ha kell, feltölti homokkal a járműveket. A homok egy fúvókán keresztül közvetlenül a kerék elé szórható, ezáltal biztosítható nagyobb tapadás az induláshoz és a megálláshoz. A nagyobb mennyiségű hó eltakarítása azonban nem a személyszállító vonatok feladata. Téli felkészülési terv alapján jelen pillanatban az LHSB típusú járművet fogjuk kipróbálni, felkészülésre majd a zord időjárásra. A jármű közel 80 éves. Az LHSB jelentése L azt jelenti villanymozdony, HS hóseprő, B átalakított változat az LHS-nek. A jármű két tengellyel és egy áramszedővel rendelkezik. A járművet két járművezető működteti. Az első járművezető vezeti magát a járművet, a másik járművezető pedig a seprűt fogja kezelni. Mindkét esetben közvetlen kapcsolású 1000 voltos motorral működtetjük a rendszert. A forgalmi csomópontokon a következő járművekre lettek felszerelve a hótolók. Szentendrén, Eretes villanymozdony, Ráckevén a DL16-os dízel mozdonyra került felszerelve a hótoló, Csepelen M900 típusú motorkocsira került felszerelve a hótoló.